Sziasztok, szép estét, üdvözöllek benneteket, köszöntök mindenkit a csatornámon. Feltételezhetően ez az utolsó videó a Foggyem TR9178-as típusjelzésű kettős labortápegységről, amit itt láthattuk a képernyőm. Sikerült megcsinálni. Nagyon nagy szerencsémre az MC1466-os egyik tápegység részben sem makkant meg. Mindösszesen, hát hogyha lehet így fogalmazni, hogy mindösszesen, annyi volt a probléma, hogy itt a tápnak a bal oldalán az egyik átteresztő tranzisztor az átment zárlatba, a másik az jó volt, ezeket ugye kicseréltem, illetve a másik oldalon, amit most nem tudok nektek megmutatni, mert ugye fejjel lefelé van a hűtőborda, ott 2N3442-es tranyógot alkalmaztam. Igazából azért csináltam ilyen felemásra, mert ez félig meddig egy ilyen kísérleti jellegű javítás, átalakítás lesz. Ugyanis a Foggyem gyár rájött arra, hogy a 2N3055-ösök nem feltétlen bírják azt a terhelést, amit ez a tápegység úgymond megkövetel tőlük az üzemszerű működés közben, és a későbbi szériákat, illetve ennek a tápnak az utódját már a 2N3442-es típussal szerelték. Úgyhogy itt a tápegységnek a bal oldala 2N3055-tel történt felújításra, került felújításra, a jobb oldal pedig 2N3442-es típusokkal. Még erről a két átéresztő tranzisztorról annyit szólnék, hogy ott az egyik átment szakadásba, a másik pedig átment zárlatba. Úgyhogy gyakorlatilag a négy áteresztő tranyóból egy darab volt jó. Mindenhol kicserélésre kerültek az elektrolit kondenzátorok. Igyekeztem nagyjából lepucolni a műszernek a belsejét, amennyire tudtam. Ugye hosszú éveket állt. Vidéken egy melléképületben ez sajnos meglátszott rajta. Viszont az előlapot az sikerült nagyjából letakarítani, mutatom is nektek, tehát így végig megyek rajta, látszik rajta, hogy most már nagyjából szép tiszta, a műszereknek a plexiét is kitakarítottam, és hogyha már műszerekről esett szó, akkor ugye az előző videóban mutattam nektek, hogy ez a műszer, ez eléggé be volt rohadva, be volt állva, azt mondom, hogy 95%-ban sikerült helyrehozni, nem tökéletes, soha nem is lesz tökéletes, de úgymond házi körülmények között ez teljesen jó. A kalibráló potenciométerek, ez a kettő, illetve ez a kettő itt fönt, ezek lelettek kezelve kontaktsprével, úgyhogy ott sem lesz semmi probléma. Szerintem így hirtelennyében a technikai ismertetésről ennyit, és akkor megmutatnám nektek, hogy a gyakorlatban mit sikerült összehozni. Itt az egyik teszt alanyunk, ő lesz a terhelés, ez egy H4-es típusú autóba való fényszóró izzó, ez a saját autómból jött ki, mert a tompított része az sajnos megszakadt, a távolsági fényszóró, avagy reflektor része az viszont ég, autóba már használhatatlan, viszont ilyen terhelési célokra tökéletes, ennek az áramfelvétele nagyjából 5,5 amper, tehát jócskán túl van ennek a tápnak a 2 amperes határán, ezért majd csak pislákolni fog. Bekapcsolás előtt ellenőrizik, hogy minden DC off állásban van. Bekapcsoljuk a hálózati főkapcsolót, a műszereken látszik, hogy semmilyen feszültség nem jön ki. Itt a példa kedvéért benyomom ezt, 12 volt, annyi is van beállítva. Ide is 12 volt van beállítva, természetesen nem az fog kijönni belőle, itt pedig az áramhatára maximumra van tekerve. Szépen kúszik fölfelé, lekapcsolom a lámpát, és itt látszik, hogy az izzó is szépen lassan elkezd pislákolni, ez a maximum, ami kijön belőle, és ott látható, hogy nagyjából olyan 5-6 volt környéke, ami kijön a tápból, áramhatára átkapcsolva pedig, hogyha nem akadna el itt a mutató ezen a ponton, akkor kifeküdne teljesen a 2 amperes állásba, de ugye mondtam nektek, hogy nem tökéletes a műszer, és ezt a tartós terhelést, ezt a műszer szerencsére bírja,
A videó elkészítését megelőzően nagyjából ilyen 35-40 percig járattam a tápot, minden gond nélkül tökéletesen üzemelt. Úgyhogy fogjam TR9178-ról ennyit szerettem volna elmondani nektek, következőkben összerakom a tápegységet, a műszerdoboznak a tetejét is le fogom takarítani, szépen feliratozom, hogy mikor történt a javítása, és valahol helyet találok neki itt a műhelyben. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is, iratkozzatok fel, így mindig kaptok értesítést arról, hogyha feltöltök valami újat. Mindenkinek szép napot, és sziasztok!